Sebet kötöztek, hajat fontak, labdajátékokon és még számos más órán vettek részt a leendő kilencedikesek az Eötvös József Szakképzőiskola nyílt napján. Közel 60 végzős általános iskolás látogatott el az Eötvös József Szakképző Iskola nyílt napjára. Az idei évben 5 képzésre jelentkezhetnek a továbbtanulók. Egészségügy, közgazdaságtan, szépészet, sport, illetve informatika. Ezeken az órákon részt is vehettek az érdeklődők. Remélhetőleg minden szakmát úgy tudunk bemutatni, hogy bevonjuk őket. Tehát ez már második nyílt napunk idén. Az első órák voltak, tehát nyílt órák. Ott igazániból nem tudtak bekapcsolódni, csak megmutattuk, hogy hogy zajlanak ezek az órák. Most pedig a gyakorlati megvalósítást mutatjuk be, és ebbe terveink szerint őket is be fogjuk vonni. Tehát ugyanazt, amit ugye a mi diákjaink csinálnak, kipróbálhatják, hogyha jövőre ide jelentkeznek. A nyílt napon a diákok részesei lehettek a gyakorlati oktatásnak. Műsebet láttak el, újraélesztettek, hajat fontak, sminkeltek, és még számos feladattal vonták be a gyerekeket a nyílt órákba. Most vagyunk elsőnek itt, és izgulunk egy picit. Van szépészeti szak, és arra beszeretnénk menni. Az intézmény nem titkolt célja a nyílt nappal, hogy kedvet csináljanak a leendő diákjaiknak.